Rendőrnappal egybekötött gyereknapot szerveztek a Nagyatádi Közoktatási Intézmény egyesített óvodásai számára, akik az Atád autós motoros iskola rutinpályáján az eligazítást követően korosztályonként ismerkedhettek meg a rendőrség munkájával. A kisebbeknek egy külön kis programot szerveztünk, ahol játékos feladatokkal, állatmentéssel, ugrálóvárral szórakozhatnak, a nagyobbaknak pedig az év folyamán elsajátított ismeretanyagból csináltunk olyan játékos feladatokat, amellyel egyben szórakoznak is és tanulnak is. Az ügyességi sportfeladatok mellett Polgár László vezetésével a kicsik elkészíthették saját új lenyomataikat. Beülhettek és akár szirénázhattak a rendőrautóban. Emellett érdekes információkat szerezhettek a rendőrség munkájáról. Úgy gondoljuk, hogy ez a plusz, ez nagyon fontos a gyerekek számára, és az is, hogy más alkalommal, más környezetben is találkozzanak a rendőrökkel, illetve a szabályokkal, hiszen a gyerekek kicsinységük és kiszolgáltatottságuk okán nem csak a közlekedésben, hanem a bűnmegelőzésben is tulajdonképpen áldozatokká válhatnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a felnőtteknek nagyon-nagyon fontos, hogy minden tőlük telhető módon védjék a gyerekeket ettől, de talán még fontosabb feladatuk, hogy felkészítsék őket ezekre a veszélyekre, amik leselkedhetnek rájuk. A szinte nyári meleg délelőttön a frissítőről is gondoskodtak a pedagógusok, hiszen minden kisgyermeket innivalóval kínáltak az árnyékban, emellett pedig egy kis meglepetés is várt rájuk. A rendőrökön kívül évek óta nagyon lelkes segítőink, az Atád autós iskola tulajdonosai és dolgozói, akik rendelkezésünkre bocsátják a rutinpályát, sőt, szinte minden évben még cseresznyével is kedveskednek a gyerekeknek, ami úgy gondolom, hogy az ő részükről egy nagyon lelkes és komoly felajánlás, amit ezúton is szeretnék megköszönni a gyerekek és a magam nevében. A frissítő gyümölcs után a rendőrnap végén minden csoport visszatért saját óvodájába, ahol folytatódhatott a mindennapi élet az ovisok számára.